A szervezett sportélet kialakulása Magyarországon Gróf Eszterházy Miksa nevéhez fűződik, aki 1875-ben alapította meg a Magyar Atlétikai Klubot. 1885-ben alakult meg a Budapesti Tornaklub, majd 3 évvel később az MTK, és ugyanabban az évben alapították meg az Újpesti Torna Egyletet is. A legnépszerűbb magyar klub a Ferencváros 1899 óta létezik, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében pedig az elsők között 1916-ban alapították meg a Baktoló Rendház a Városi Sport Egyesületet. Többek között ökölvívó, kézilabda és tenisz szakosztály is volt az egyesületnek, de a legtöbben a labdarúgó csapatot ismerik. 20 évig voltunk mi NB-s osztályban, nemzeti bajnokság 3., illetve 2. vonalában, voltunk NB2-ben bajnokok, közvetlen másodosztályban szerepeltünk 5 évig, amikor is a Ferencváros, a Nyíregyházát, Debrecent, Szolnok, Kecskemét, Vác, Honvéd, MTK, Fehérvár, Vasas, tehát sorolhatnám sorba, szinte nem volt olyan NB1-es csapat, hogy bajnoki vagy kupamérkőzésen ne fogadtuk volna őket. A jelenleg Kisvárdán kapusedzőként dolgozó Petranics Szergely 5,5 éven keresztül védte a Baktoló Rendház a kapuját. Itt nagyon jól éreztem magam, az a baktai futball tényleg igazából legendás. Tudta mindenki, hogy itt ilyen csapat volt, igazi harcosból át, és akkor ez csupa szív csapat volt. És igaza volt a Kozma Attilának elnöknek, hogy bárki ide jöhetett volna, itt nem nagyon könnyű nyerték a meccseket. A rendezvény vendége volt a 32-szeres válogatott Nagy Antal, aki nagyhalászból indulva 4 bajnoki címet szerzett a budapesti Honvéd színeiben. A mexikói világbajnokságon szereplő csapat kapitánya szerint akár Baktoló Rendházáról is el lehet jutni a válogatottságig. Legyen példa számukra az én karrierem is, hiszen mondhatni azt, hogy Szabolcsból, kis településről, ugye nagyhalászból indultam, borzasztóan nehéz eljutni a válogatottság vagy a válogatott csapatkapitányságáig, de minden srácnak minden nap megvan az esélye erre. Egyetlen egy dolgot kell csak érte tenni, rengeteget álmodni, rengeteget dolgozni, és hát hogy mondjam, megalkovás nélkül a célok felé törekedni, úgyhogy bízom benne, hogy a Baktoló Rendházi Klub következő 100 évben lesz egy ilyen srác, aki ugyanezt végigcsinálja, vagy valamivel magasabb szinten is. A centenáriumi ünnepségen elismeréseket vehettek át azok, akik az elmúlt 100 évben a legtöbbet tették a Baktoló Rendházi Sport Egyesületért.